Kedves baptista testvéreim! Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, az otthonomból, a ti otthonotokban, ezekben a különleges időkben. Szerte az egész világon eddig talán soha nem látott intézkedések történnek. A vírus járvány miatt megvédve az emberek életét, egészségét. Országunk, közösségünk, de családi életünk és az egyéni életünk is sok mindenben megváltozott. Engedjétek meg, hogy közösségünk vezetése nevében néhány kéréssel emlékeztesselek benneteket mind arra, amit eddig is továbbadtunk honlapunkon vagy különböző információs oldalainkon. Kérünk benneteket, tartsátok be az állami, és az egyházi kéréseket, az állami és szakhatósági intézkedéseket. Miért? Azért, mert mi törvénytisztelő és jogkövető állampolgárok vagyunk ebben az országban. Igyekszünk hasznosan építésű lenni, a társadalom építésére lenni. Másrészt azért is, mert ez, a mi és mások egészségének megvóvásának az érdeke. Így tudjuk segíteni azt, hogy magunk, hogy a környezetünk és mindazok, akik körülvesznek bennünket, minél egészségesebben és minél kevesebb bajjal, betegséggel vészeljék át ezt az időszakot. Azért is cselekedjünk így, mert mindezzel példát mutatunk a körülöttünk élők számára, hogy mint hívő emberek mi hittel és szeretettel cselekszünk. Nem szeretetlenség és nem hitetlenség az, hogy most nem jövünk össze nagy közösségekben, hanem engedelmesség Istennek és az állami hatóságoknak, és józan bölcs meggondolása mind annak, amit megérthettünk. Ezzel a járványjal és a videkezéssel kapcsolatosan. Arra is kérünk benneteket, hogy továbbra is figyeljetek egymásra. Figyeljetek a gyülekezetekben, a közösségekben azokra, akik talán most kevesebb segítséget kapnak. Figyeljünk egymásra, és segítsünk egymásnak, úgy, ahogyan csak tudunk. A baptisták mindig is egy családias egyház voltunk. Nekünk nem probléma családban Isten tiszteletet tartani. Nekünk nem probléma családi közösséget ápolni. Szívesen tesszük ezt. És gyakoroljuk ezt úgy, mint egy nehézségben adott mégis ajándékot és lehetőséget arra, hogy építsük a családi kapcsolatainkat a generációk között és támogassuk egymást, és különlegesen védjük és támogassuk idős szüleinket, nagy szüleinket. A baptisták ugyanakkor gyakorlatias közösség voltak mindig is. Azaz, gyakorlatiasan, kreatívan megtalálták a különféle eszközöket arra, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni, hogyan tudjuk végezni a szolgálatunkat, mindennapi életünket. Keressük meg tehát a módját kreatívan, hogyan tarthatjuk a kapcsolatot, hogyan szolgálhatunk egymás felé és mindenki más felé, és hogyan élhetjük meg a hitünket és a mindennapi életünket a lehető leg, legbölcsebben és legépítőbb módon. Mindeközben imádkozzunk. Imádkozzunk a betegekért. A jelenlegiekért, és sajnos imádkoznunk kell a következő betegekért is. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért. Imádkozzunk a szociális rendszerben dolgozókért. Imádkozzunk az oktatásban szolgálókért, hiszen új, eddig nem látott feladatokkal kell szembenézniük. Imádkozzunk a különböző szintű vezetőkért is, hogy meg tudják hozni a helyes, jó döntéseket, és bölcsen tudják irányítani mindannyiunknak az életét. Imádkozzunk azért is, hogy mindezek a körülmények, hatások, amelyek érnek bennünket, egész társadalmunkat. Fordítsák minél inkább, minél több embernek a szívét az Isten felé, hogy az Istennel való kapcsolat erősödhessen, hogy az Isten utáni vágy erősödhessen, és az Isten felé való nyitottság is erősödhessen. Kedves testvéreim, most csütörtök van hamarosan, néhány nap múlva, vasárnap délelőtt, az ige mellett is találkozhatunk. Várlak, hívlak benneteket vasárnap délelőtt, az egyház központi honlapján és Facebook oldalán keresztül tovább sugázott Isten tiszteleten, az ige mellé is. Áldjon meg az Úr bennünket, védjen meg az Úr bennünket, erősítsen meg mindannyiunkat az Úr.